Állati percek az Országos Állatvédelmi Alapítvány jóvoltából. Évértékelést én egy szervezet életében általában ugye egész évet szoktunk értékelni, de az Országos Állatvédelmi Alapítvány június 20-án alakult, így egy szűk fél évet tudunk most értékelni. Hogyan telt 2017 második fele az Országos Állatvédelmi Alapítványnál? Ez a bő fél évünk nagyon tartalmasan telt, nagyon sok mindent tettünk, nagyon sok programot szerveztünk, projekteket hoztunk létre és vittünk végbe. Kezdődött ugye az alapítványunknál egy online tanácsadás első programként. Tudni kell az Országos Állatvédelmi Alapítványról, hogy elsődleges célkitűzése a prevenció, a szemléletformálás, és a fiatalokat szeretnénk megcélozni. Így az online tanácsadás programunk keretében a Facebook közösségi oldalon őket szólítjuk meg, fordulhatnak hozzánk kérdésekkel, tanácsokat adunk nekik, állattartási problémákkal kapcsolatosan, ha kérdeznek. A fiatalok szemléletformálása mellett az alapítványnak feladata és célkitűzése a magyarországi menhelyek, ebrendészeti telepek működésének fejlesztése, illetve az örökbeadás fontosságának a megismertetése, ösztönzése. Ezért létrehoztuk nemrégiben még a Fogadj örökbe, ments életet programunkat, amely program keretén belül próbáljuk az embereket bíztatni arra, hogy menhelyről, ebrendészeti telepekről fogadjanak örökbe kutyákat, cicákat, hiszen sajnos nagyon sok a fölös szaporulat ma Magyarország utcáin, és azzal, hogy menhelyről fogadunk örökbe, a szaporítók tevékenységét gátoljuk meg, hiszen sajnos el kell, hogy mondjam, nagyon sok esetben vásárolunk kutyákat 20-30 ezer forintért, akiknek nincs törzskönyvük, nem fajta tiszta kutyák, ezeket a kutyákat általában szaporítunk, vásároljuk, és sajnos emiatt is nagyon sok kóbor kutyus van az utcákon, és ezzel egyidejűleg az állatkínzásos esetek száma is megnőtt. Több kitelepülésünk is volt, nagyon sok iskolában jártunk előadást tartani, mind Csongrád megyében, mind Békés megyében, és 2018-ban természetesen még több iskolába szeretnénk eljutni, egész Magyarország területén megszólítani a fiatalokat a felelős állattartás jegyében. Megszerveztünk egy sikeres cicaörökbefogadó napot is Szegeden egy nagy áruházban, ahol cicákat fogadhattak örökbe, illetve állateledei gyűjtést is szerveztünk rászoruló állattartók segítésére, hiszen az alapítványnak célkitűzése a nehéz helyzetben élő állattartó családok támogatása is. December folyamán létrehoztuk az ivartalanítási programunkat, amely tavasszal fog zárulni. Ez azt jelenti, hogy a programhoz bárki csatlakozhat, pénzadománnyal segíthetik az ivartalanítási alap létrehozását. Az alapítványunk márciusi hónapban fog pályázatot kiírni Magyarország területén. Az összegyűlt adományokból pályázhatnak magánszemélyek, menhelyek, állatotthonok. Ezzel is segítjük az állattartás kultúrájának kifejlődését, illetve csökkentjük Magyarországon a kóborállatok létszámát. És ha már itt egy kicsit beszéltünk 2018-ról, az idei év elé hogyan néz az alapítvány, ugye ez már egy teljes év lesz? Az idei évben folytatjuk a tavalyi évben elkezdett programjainkat, tehát 2018-ban is elsődleges célunk a fiataloknak a nevelése, oktatása lesz, a szemléletformálásuk. Természetesen tovább szervezzük kitelepüléseinket. 2018-ban nagyon sokszor szeretnénk eljutni távolabbi iskolákba, más megyékbe is megszólítani a fiatalságot, tanácsadói információs pontokat létrehozni, kitelepülni, az ivartalanítás fontosságát hirdetni, és természetesen hosszú távú céljainkat is szeretnénk erősíteni. Ugye hosszú távú céljaink között szerepel egy állatotthonnak a létrehozása, amely olyan elesett kutyáknak és cicáknak adna otthont, akik sérültek, nem tudjuk hova elhelyezni, vagy az állatvédő társak nem tudják őket menhelyre vinni, állatotthonba vinni. Ezeknek az állatoknak szeretnénk ugye egy biztonságos helyet
nyújtani, de természetesen, mint ahogy arról már beszámoltunk megalakulásunkkor, szeretnénk egy állatvédelmi iskolát is létrehozni, ahol a fiatalok természetesen a megszokott tantárgyak mellett az állatvédelemről kiemelten hallhatnának, tanulhatnának, látnák azt, hogy hogyan kell egy állattal bánni, tehát ezeket a hosszú távú céljainkat is szeretnénk erősíteni, és reméljük, hogy mi hamarabb meg tudjuk valósítani. És ha már az Állati Percek című műsort hallják a kedves hallgatók, amit ugye az alapítvány hozott létre és működtet, 2018-ban is lesznek Állati Percek? Természetesen, mivel ugye ma már 2018-at írunk és hallják a hallgatók az Állati Perceket, ez azt jelenti, hogy 2018-ban is lesz Állati Percek. Próbálunk nagyon sok színes műsort készíteni, ezzel is segítve az állattartókat, információkat átadni nekik, és természetesen a tanácsokat is várjuk, tehát hogyha valakinek van kérdése egy adott témában, akkor nyugodtan megírhatja nekünk, mi utána járunk, és ezt el fogjuk mondani a számára, illetve minden állatbarát számára. Nagyon sok hasznos információk hallhatóak ebben a műsorban, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen sok ember tudunk így megszólítani, és sok ember kérdésére tudunk így választ adni. Ezek voltak az Állati Percek. Készítette az Országos Állatvédelmi Alapítvány. www.országosállatvédő.hu